Egy 433 millió forintos pályázat részeként fogott össze, és működött együtt 9 konzorciumi település, hogy a kistérségi hétpróbát idén egy nagyobb megyei pályázat részeként valósítsák meg, július 5 és 9-e között. Kis Zombor, Magyar Csanád, Apátfalva, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Márte és Mindszent tanulóit minden reggel bérelt buszokkal szállították Maros-Lelére. Az 5 napot tematikusan állították össze a szervezők, hogy színes és tartalmas napokat töltsenek el a fiatalok. Osztotta meg stábunkkal Matúz Ginga, a pályázat szakmai vezetője. Első nap egy világkörüli nap volt. Akkor itt helyben voltak a vetélkedők. Az is nagyon tetszett a gyerekeknek, itt próbáltuk egy kicsit a helyismeretüket fejleszteni, illetve világ országismeret. Tegnap volt a zene és tánc napja, ott a csapatok közti táncverseny szerintem elsöprő sikert aratott, azt nagyon élvezték. A közel 200 gyermek stábunk ott járt akkor, a telefonjaik segítségével eredhettek útnak és ismerhették meg a települést. Egy QR kód kereső vetélkedővel készültek a maros-ledei pedagógusok. Itt a településen Google térkép segítségével kell megkeresni a QR kódokat, amiket leolvasva egy bizonyos feladványt kapnak, azokat megfejtik, és ott irányítják a következő állomásra őket, és akkor visszaérve ebből születik meg majd a csapatok közti eredmény, illetve kreatív foglalkozások lesznek, mint például csapat címer tervezés, illetve Maros-Lele látványosságainak a lerajzolása kisebbeknek. A Harry Potter nap is nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében. Az ellátás és a programokon való részvétel ingyenes volt a fiataloknak, amely hatalmas segítséget jelentett a szülőknek.